Nem is emlékszem már, mikor volt utoljára olyan videó, amiben egy picit komolyabban próbáltam kivesézni adott témát, nem pedig poénra venni azt. Ez nyilván azért, mert az idők során rájöttem én is, és gondolom ti is, hogy az emberek a filmekben vagy éppen a videókban jobban szeretik a humort, mint a nyílt egyenes beszédet, amikor egy ember leül és elmondja a többi embernek a véleményét. És azért valljuk be önmagunknak, hogy a legtöbbször az emberek úgy állnak hozzá, hogy nem érdekel a véleményed, ha csak nem állunk elég közel egymáshoz. És ezt nyugodtan tartsd meg magadnak, nekem megvan a saját véleményem egyes dolgokról, neked is megvan, és ezt tartsuk tiszteletben. Mondhatjuk, hogy ez a videó egy picit rendhagyó lesz a csatornán, mert rég nem volt ilyen komolyan beszélgetős videó, és nagyon rég ki szerettem volna tárgyalni ezt a témát videóban, illetve sokan kérdeztétek is, hogy hogy állok ez az egész dologhoz, stb. Rengetegszer fordult már elő a magánéletemben is, hogy volt szerencsém beszélgetni emberekkel, és feltették a kérdést, hogy hogy állok az egész dologhoz. Tehát oké, hogy videózok, viszont hogy állok az egész dologhoz, hogy vannak emberek, akik nem szeretik azt, amit csinálok, és ahogyan csinálom. Tartottam már elég sok előadást, és mindegyiket azzal kezdtem, hogy csinálsz bármit az életben, nem fog mindenkinek tetszeni. Vegyük példának a Facebookot, ami ugye a legnagyobb közösségi oldal, rengetegen használják, hihetetlen, hogy menjen, és a mindennapjaink része lett. Figyeld meg, hogy nem telik el egy olyan nap, amikor a kollégád a munkában, vagy az osztálytársad, vagy a szüleid, vagy valaki a környezetedben nem mondaná ki a Facebook szót. Viszont nem mindenki. Nagyon szép, hogy fel tudsz rakni képeket. Nagyon szép, hogy ki tudod írni, hogy esik a hó. Nagyon szép, hogy lájkokat tudsz rajta szerezni, és minél több ismerőst. Viszont nem tetszik mindenkinek, az sem. Nagyon jó közösségi oldal, nagyon jól össze van rakva, de megvan az a kis réteg, akinek nem tetszik és nem is használja. És itt kanyarodnék vissza saját magamhoz, nem tudsz olyan dolgot csinálni, ami mindenkinek tetszene, nem tudsz olyan rajzot csinálni, ami mindenkinek tetszene, olyan videót, olyan filmet, semmit sem, ami mindenkinek tetszene. És ugyanez van a videózással, ugye, mint említettem, oké, hogy leülök és videózok, viszont tudom, hogy lesznek emberek, akiknek ez nem fog tetszeni. Sem az, hogy videózom, sem az, ahogyan videózom, illetve hogy a szavakat használom, ahogy ülök, ahogy beszélek, gesztikulálok, és akkor ugye megírják kommentbe, hogy milyen jó videózom, milyen kövér vagy, milyen csúf vagy, hogy mit csinálnék veled, hogyha ketten lennék egy szobában, stb. Megoldás erre, és ahogyan ezt szoktam én kezelni, nem érdekel. Ha leírja azt valaki a videóm alá, hogy csúf vagyok, nem érdekel. Kitörlöm a kommentet és élem tovább a napjaimat. Boldog vagyok attól, hogy ennyi ember szereti a videóimat és követ engem napról napra. Rengetegen említettétek már nekem e-mailben, üzenetben vagy akár szemtől szemben, hogy sokan azért csúfolnak titeket, mert túlsúlyosak vagytok, és hogy ez titeket mennyire le tud húzni és meg tud viselni. Volt egy angol videós, aki ezzel a mutogatással magyarázta el azt, hogy hogyan viszonyul a hater, mármint az utáló ahhoz, akit utál. Én ugyanígy szeretném elmagyarázni nektek, mert szerintem ez a legkönnyebb. Itt vagy te, és itt van az, aki utál téged. Ő megpróbál téged lehúzni azáltal, azt hiszi, hogy fel fog kerülni, de együtt süllyed veled a mélybe. Szóval, ami neked a lényeg az, hogy ne engedd azt, hogy ő lehúzzon téged. Hidd el nekem, hogyha nem veszed figyelembe az ő véleményét, ami tudom, hogy nehéz. Tudom, hogy ha oda megy valaki hozzád és azt mondja rád, hogy kövér vagy, nehéz elfogadni, hogy ő ezt mondta, és ezzel élni is boldog lenni, viszont meg lehet csinálni. Nekem is elég hosszú időbe telt elfogadni a negatív kritikát a videóimmal kapcsolatban. Viszont sikerült is, hogyha most már odajön hozzám egy ember az úton, és azt mondja nekem, hogy szia Bence, a videóid, egyszerűen szembe nevetem, és igaz, hogy erre még nem volt példa csak interneten, de szembe nevetem az ilyen embert. Mert én úgy viszonyulok ehhez az egész dologhoz, hogyha nekem nem tetszik valami, akkor azt nem követem. Volt egy kis kezdő videós, nem tudom igazából hány feliratkozója van, ami igazából nem is számít, de két videója van összesen a gyereknek, és mind a két videóban rólam beszél, hogy én mekkora ilyen vagyok, meg mekkora olyan vagyok, és milyen rosszul csinálom azt, amit csinálok. De hogyha belegondolunk, hogy nekem több feliratkozom van, mint neki, akkor csak jobban csinálom, mint ő. Kb. 116 ezer feliratkozóval több van nekem, mint neki, szóval biztos kicsit lehet, hogy jobban csinálom, mint ő, mindegy, nem is az a lényeg, hanem mind a két videójában arról tárgyal, hogy milyen rosszul csinálom, amit csinálok, és hallatszódik a hangján az, hogy neki az a baja, hogy neki nem annyi van, mint nekem. És megemlítette az egyik videójában azt, hogy ő követ engem és néz engem is. Szerintem azért keresgeti az olyan információkat, amikkel betámadhat engem. Ilyen volt például a telefonom, amire azt mondta, hogy van nekem egy Galaxy S5-öm, meg egy iPhone 6-om, és volt egy másik videósnak is S5-je, és utána lett 6-ja, és érdekes, hogy nekem is S5-öm volt, és utána vettem 6-ot. Nekem Galaxy S4-em is, egy iPhone 6-om van, és ezt a kettőt használom, nem pedig vettem először az egyiket, aztán a másikat is, akkor, amikor a másik videós. Rosszak voltak az információk, mindegy. Az a lényeg, hogy boldog legyen, nem pedig az, hogyha a másik lekövérezett, akkor sírja a sarokban, vagy kiírt éppen Facebookra, hogy mennyire rossz az életed. Láttál te már engem, hogy kiírtam a Facebookra, hogy valaki azt mondta, hogy sarok a videóim és sírok a sarokban? Nem. Pedig mondták? Elég sokan, 100-200 embertől nyilván megkaptam szerintem, hogy a videóim, de ezzel együtt élek és boldog vagyok. Az utálók kis irigy emberek, akik ha hiszed, hanem ők sírnak a sarokban otthon azért, akiket utálnak. Mert vagy irigyek rá, vagy ez, vagy az. Mindig van valami indokuk.
Hidd el, hogy nekik sokkal jobban fáj belül, mint annak, akit lekövéreztek. Igazából ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett nektek a véleményem, akkor nyomjatok egy lájkot, ha nem vagytok, nyugodtan iratkozzatok fel. Ne foglalkozzatok az utálókkal, mert én sem teszem, egyszerűen nem érdekel. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok! I can hear the rhythm start, it's hard to tell our beats apart. So I hope you're listening right now, 'cause I can barely hold my tongue, the shit was